Érdefem a térség kedvenc rádiója. A mai mottónk így hangzik, igazi sikered úgy lehet, ha soha nem adod fel. Hogy jó időben jó helyen légy, csak akkor adatik meg, ha folyamatosan keresed ezeket a jó helyeket. Üdvözlöm a vonal végén Mátray Vanda író, előadó, life coach, az Álomkatalógus című önfejlesztő regény szerzőjét. Szia Vanda! Szervusz, Réka, köszöntöm a rádió hallgatókat! Hogyan kereshetjük, illetve hogyan találhatjuk meg ezeket a jó helyeket? Ez egy nagyon jó kérdés. Mert ugye... Gondoltam, te tudod a választ. mindenkinek más a jó hely, meg ugye érdemes önfejlesztő szemmel megvizsgálni azt, hogy mi az a jó. Hogyan definiáljuk a jó fogalmát. De az mondjuk egy elég stabil pont, az idézet első kis mondata, hogy igazi sikered úgy lehet, ha soha nem adod fel. Bár erről is mindenféle szembe jut. No, csapjunk bele. Mit jelent a jó? Ugye rögtön az ítélkezés fogalma jelenik meg nekem. Ösztönösen, tehát kezdetektől fogva a jóra és rosszra osztjuk ketté a világot. Tehát amikor találkozunk valamivel, egy, nem tudom, vasárnapi ebédtől kezdve a délutáni kávén át az iskola, a közösség, ahová tartozunk, a szüleink, a párunk, minden, az időjárás, mindent az ég egyet a világon minősítünk, tudatosan vagy nem tudatosan, és bekategorizáljuk, hogy ez jó vagy rossz számunkra. Ugye vegyük észre, nagyon fontos, hogy ez teljesen szubjektív, belülünk fakad, belülünk ered, indul a dolog. Van, akinek ugyanaz a dolog, esemény, személy jó, egy másik embernek pedig rossz. Most nyilván ez nagyon leegyszerűsítve, tizenlálva, tetszik neki, nem tetszik neki, szimpatikusnak, nem tartja szimpatikusnak, és a többi. Na most ugye az önfejlesztésnek egy nagyon fontos sarokköve, amikor eljutunk odáig, hogy elkezdjük figyelni az ítélkezéseinket, és először még csak észlelni és tudatosítani, hogy hoppá-hoppá, itt ítélkeztem. És aztán pedig ugye nagyon-nagyon sokszor halljuk, hogy érdemes elengedni ezeket az ítélkezéseket. Miért? Mert olyan indulati, illetve érzelmi kilengéseket gerjesztenek, ami eltávolít bennünket attól a harmonikus, békés állapottól, ahol a magas energiaszintünk birtokában vagyunk, és vagyunk képesek arra, hogy működtessük az életünket. Mi magunk, nem pedig engedve, hogy valamilyen másik energiaegység, egy másik ember, a dolgok, az események alakulásának a bábjai legyünk. Tehát akkor, amikor megítélünk valamit, és ugye ez általában a rossznak értékelt dolgoknál bukik ki, tehát a nagyon erős negatív érzésünk, csalódás, szomorúság, dű, harag, bestresszelünk, így reagálunk, akkor az kiborít bennünket, kibillent bennünket az egyensúlyunkból. Most ugyanez megvan a jónál is, a jónál abban a tekintetben, hogy egyfelől ott megjelenhet benne az aggodalom, hogy mi van, ha mégsem, mi van, ha elveszítem, mi van, ha eltöröm, mi van, ha megszűnik. Másik pedig az, hogyha valamit én jónak, egy más dolgot pedig rossznak értékelek, akkor behatároltam önmagamat. Behatároltam önmagamat, mert csak egy alacsony nézőpontból tekintettem rá arra az adott dologra. És én megkockáztatom azt a kijelentést, hogy egy bizonyos nézőpontból, egy megfigyelő nézőpontjából, ugye, és ezt meg is éljük akkor, amikor például eltávolodunk az eseménytől időben, és mondjuk ez egy klasszikus példa, kirúgnak bennünket az állásunkból, ezt abban az adott alacsony nézőpontban, tehát aznap, megélhetjük az esetek nagy részében végtelenül tragikusnak. De amint eltávolodunk a helyzettől, mondjuk 2-3 hónap múlva, amikor találunk egy jobb állást, több pénzért, kedvesebb kollégákkal, kreatívabb munkát, közelebb a lakóhelyünkhöz bármi, akkor átértékeljük ezt a 2-3 hónappal ezelőtti életérzésünket, és azt mondjuk esetleg, hogy kár volt ezen annyira kétségbe esni. Tehát átértékelődik idővel, vagy nézőpontváltással a jó és a rossz fogalma. És hogyha bízunk abban, hogy a rendszer, amiben élünk, az jó, a mi javunkat szolgálja, már pedig én ebben bízom, akkor valójában minden jó. Csak látnunk kell, hogy mi miért történik velünk. És vannak is olyan nézetek, hogy alapvetően minden ember jó, jónak születik, és az, ami van, az pedig úgy jó, ahogy van. És talán, hogyha ezt elfogadjuk, vagy így gondoljuk, akkor ez tényleg úgy is lesz.
Így van. Tehát, hogyha ha váltjuk a nézőpontot már rögtön az elején, és azt mondjuk, hogy oké, én most ezt még esetleg nem látom, hogy miért, de ez történt velem, a belső hangomra hallgattam, ebbe a helyzetbe kerültem, tehát nem elszenvedőként, hanem aktív résztvevőként is, de ez az esemény bomlott ki az én életemben, magam körül, akkor azt mondom, és ez a bizalom, ugye ez a bizalom megléte vagy nem léte. Tehát azt mondom, hogy oké, én bízom abban, hogy a világban rend van, és akkor ez a dolog most valamilyen módon az én javamat fogja szolgálni. És akkor onnantól kezdve ez a dolog már jó, bár most még lehet, hogy szenvedek tőle, de már lehet egy olyan részem, ugye a megfigyelő részem, aki azt mondja, hogy oké, ez én most még meg, annak élem meg, hogy ez szenvedést vált ki belőlem, de ha bízom a rendező ebben a rendben, akkor ez valamiért nekem jó lesz. És ez a gondolatsor, vagy ez a hozzáállás, ez a megváltozott hozzáállás fog nekem segíteni abban, hogy nagyon hamar ki tudjak jönni ebből a szomorú, vagy kétségbeesett, vagy lehangolt, vagy egy dühös állapotomból, és már arra legyek nyitott, hogy hogyan is lesz ez nekem jó. Tehát én azt gondolom, hogy ha cselekvően és tudatosan állunk a helyzetekhez, és hallgatunk a belső hangra, és tehát megvan a kellő bátorságunk is, hogy ezt a hangot kövessük, akkor a jó helyen leszünk. Lehet, hogy még adott pillanatban nem látjuk át, hogy miért, de ha ezt megkeressük, hogy ez most miben támogat engem, milyen készségemet fejleszti, kivel fogok itt találkozni, aki a tovább lépésben segít, mit tudok itt megtanulni, elengedni, az mind-mind az én tudatosodásomat, az én belső fejlődésemet fogom segíteni. És természetesen az igazi siker ugyanel, ha nem adom fel, magyarul soha nem tűnök meg ezt a jót keresni az adott helyzetben, ezt a tanulnivalót keresni az adott helyzetben. Igen, tehát hogyha ilyen pozitívan állok a dolgokhoz, a dolgok történéséhez, akkor automatikus, hogy soha nem fogom feladni, hiszen mindig bízom abba, hogy jobb lesz, vagy elérem azt, amit tényleg kitűztem. Így van. Ez az elején nehéz, tehát az átállás az nem egyszerű, és még megéljük a szenvedéses fázisokat, de meg létezik az a folyamat, amikor kiépítjük magunkban ezt a megfigyelőt, és ez a megfigyelő fog nekünk segíteni abban, hogy emlékeztessen bennünket. Lehet, hogy én most ebben az adott pillanatban ezt nem látom, hogy miért jó nekem, de ha azon vagyok, hogy keressem, hogy nyissak-e felé, akkor a tanulnivaló, ami engem emel, az elér hozzám. Köszönjük szépen a mai jó tanácsot. Milyen hasonló gondolatokkal, illetve hol találkozhatnak hasonló gondolatokkal veled a hallgatók? Az interneten a www.önfejlesztőtréningek.hu weblapon. Köszönjük szépen, és természetesen kérdéseket is szívesen megválaszol Mátra Ivanda 0620 431 31 77, ez az SMS számunk. Köszönjük szépen Mátra Ivanda, író, előadó, life coach, az Álomkatalógus című önfejlesztő regény szerzőjével beszélgettem. Szép napot neked, Vanda, szia! Szia Réka, szép napot mindenkinek!